Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, mely magában foglalja, hogy tilos tüzet rakni erdőkben, fásításokban, illetve azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokban. Továbbá nem engedélyezett a gaz és parlagégetés sem. Köves Péter, a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője úgy nyilatkozott. A legtöbb esetben emberi hanyagságból eredően alakulnak ki erdő és bozót tüzek, ugyanis mezőgazdasági vagy bicikli utak mellett rendszeresek az eldobált sikkek feltétlen tartsuk be gyakorlatilag a tűzgyújtás általános szabályait. Ezek a legfontosabbak, hogy mindig csak akkor a tüzet gyújtsunk, amekkorát mi magunk is tudunk kezelni, mindig legyen a közelünkben a tűzirányítására szolgáló eszköz, tehát egy vagy lapát is megteszi gyakorlatilag ezt a szerepet, Tud legyen mivel eloltanunk, tehát legyen ott a közelben egy vödör, homok, föld vagy víz, akár egy tűzoltókészülék is, ha feltámadna a szél, ezt azonnal olcsuk el a tüzet, valamint bizonyosodjunk meg arról, hogy nem tud már visszagyulladni. Tolna megyében is rendszeresen előforduló problémát okoznak a tarlótüzek. Csütörtökön délután 300 négyzetméteren égett le a vasúti partoldal növényzete, a Pécset-Budapesttel összekötő vasútvonal 1167-es szelvényénél. A lángokat a Tamásiból érkező tűzoltók fékezték meg. Számokban kifejezve ez úgy néz ki, hogy megyében 122 szabadtér tűzesethez vonultak eddig a, tűz, eddig a tűzoltóink, tehát ez bőfél év leforgása alatt. 964 64 hektárnyi terület az, ami gyakorlatilag a tűzmartalékává lett, ez hogy hát számoljuk nagyságrendileg ez 94 focipályának a területének felel meg. Tehát azt gondolom, hogy ezek így már eléggé ezek a számok. Fontos, hogy tűzgyújtási tilalom alatt még az erdőkben erre kijelölt helyen sem szabad tüzet rakni.